Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és a YouTube csatornámnak az életében először napi vlogolni kezdek. Ennek elég durva apropója van, ugyanis pár héten belül megjelenik a könyvem, ami egy bakancslistás álmom volt. Négy éve dolgozom rajta. Az a címe, hogy Válj valóra, én márka, hatékonyságnövelés és lifehackek. És arra gondoltam, hogy ahhoz, hogy egy betekintést adjak a könyvbe, nem csak úgy beszélni fogok róla, hanem minden nap egy-egy fejezetét be fogom mutatni, és ezek lesznek a napi vlogok. Lényegében lesz egy olyan 30 néhány fejezet, a megjelenési dátumot ide felrakom, ugyanis amikor ezt felveszem, még nem biztos, de valamikor szeptember második felében jelenik meg. Ja, és mindenképp maradj a végéig, mert egy elég speciális ajánlattal készülök. Valamint elkészültek az ehhez tartozó online képzéseim is, az is megvan a leírásban, oda már most is jelentkezhetsz. Remélhetőleg ennek a vlog végére meg is fog jönni hozzá a kedved, hogy miért van értelme megvenni a könyvet, és miért van értelme beiratkozni a képzésre is. Mielőtt elindítom a vlogot, jöjjön egy motto, mindegyik napi vlognál fogok kirakni egy olyan idézetet, amit én úgy gondolok, hogy hozzátelt az életedhez, hogy valamit inspirálhat, lehet, hogy pont jókor kapod. Az élet jóval sokrétűbb lehet, amint felismersz egy szimpla tényt. Ami körülötted van, és amit életnek nevezel, mindazt más emberek hozták létre. Olyanok, akik nem okosabbak nálad, te pedig megváltoztathatod, hatással lehetsz rá, vagy akár létrehozhatsz saját dolgokat is, amiket más emberek használhatnak. Ez a gondolat Steve Jobsé. Aznap, amikor megszületünk, még semmi sincs eldöntve. Nem tudhatjuk, hogy milyen utakra sodor minket az élet. Az viszont tévhit, hogy a kártyák előre el vannak vetve. Ugyanis sokszor az sincs kőbe vésve, amiről a legtöbbször azt hinnénk. Biztos hallottál már a pillangó effektusról. Amikor egy pillangó egyetlen száncsapása a föld egyik oldalán, tornádót idézhet elő a másikon. A káosz elméletből származik, de a hétköznapjainkra is remekül levetíthető, ugyanis a legapróbb cselekedetek is hatalmas változást idézhetnek elő. A könyvem célja megmutatni, hogy új szokások kialakításával igenis képesek vagyunk újraírni életünk és benne a karrierünk történetét is. Valószínűleg többször megfogadtad már, hogy a fejlődésed érdekében megtanulsz bizonyos készségeket. Ezeket gyűjtöttem össze a könyvben. A magunkkal és a környezetünkkel való kapcsolat kialakítását és ápolását, a nonverbális kommunikációt, eredményes tárgyalástechnikákat és a személyes márkánk építését, valamint a hatékonyságnövelő módszereket. Ezen felül pedig olyan dolgok, mint a reggeli rutinok, az egészséges életmód vagy a feladataink rendszerezése is beletartozik ebbe. Kulcsot adok továbbá a nemetmondás művészetéhez, hogy miként legyél vezető a saját életedben, hogyan kér segítséget, erősíts az önbizalmat, vagy hogy milyen a hatékony döntéshozatal. Ahhoz is odaadom a kulcsot, hogy hogyan válhatsz karizmatikusabbá, vagy legalábbis én milyen trükkökre jöttem rá, valamint nagyon fontos, hogy miért érdemes felvállalni a sebezhetőséget, és hogy miként kovácsolhatunk ebből előnyt. Az okosak azt mondják, hogy ha szeretnéd elérni a céljaidat, akkor vedd magad körbe olyanokkal, akik már elérték az övéket. Másolj, inspirálódj, és tegyél magadévá olyan gondolatokat, majd pedig tegyél olyan tetteket, amik a sikerhez vezetnek. Mert sokkal több lehet a munkában és az életben, mint csak létezni. Juss el oda, hogy imádj és szívj magadba minden ébren töltött gondolatot. Akkor
hogy jött nekem az, hogy könyvet írjak? Hiszen én nem vagyok író. Fogalmam sem volt arra, hogy hogy kell könyvet írni. Jogosan kérdezheted, hogy hogy jutottam el addig, hogy a HVG mégis kiadja a könyvemet? Hát, hosszú volt. Ha még nem találkoztunk valamilyen platformon, akkor azt tudnod kell rólam, hogy én nagyon lusta vagyok, és akármennyire is nevetségesen hangzik, hogy egy olyan ember ír pont a produktivitásról, a hatékonyságnövelésről, aki lustának vallja magát, de talán pont ezért válok hitelessé, ugyanis én legszívesebben egész nap az ágyban feküdnék, és mégis vannak álmaim, vannak céljaim, amiket szeretnék megvalósítani. És éppen ezért rengeteget fejlesztettem magamat, elolvastam vonatkozó könyveket, eljártam konferenciákra, blogokat olvastam, ezer vlogot megnéztem, TED Talkot, amit el tudsz képzelni, és mindezekről csináltam jegyzeteket folyamatosan, ami egy érdekes gondolat volt, azt kiírtam vagy a telefonomba, vagy lejegyzeteltem a notebookomba. És egyszer csak azt vettem észre, hogy több száz oldalnyi jegyzetem van, persze full rendszertelenül, konkrétan egy olyan 7-800 oldal jegyzetem volt. Hosszú sztori röviden, volt egy nyár, amikor egy hónapra elutaztam egyedül, csak én és a gondolataim, és azt a célt tűztem ki magamnak, hogy rendszerezzem az elmúlt 10 évnek a jegyzeteit, ez meg is történt, és amire a végére ilyen fejezetek, kategóriákra lett bontva, részterületekre, azt vettem észre, hogy olyan, mint egy könyv. És most meg itt vagyok, vlogot csinálok, és mesélem neked, hogy pár hét múlva megjelenik a könyvem. Hihetetlen. Majd ezekről a tudásokról elkezdtem blogolni, leírtam a gondolataimat, majd meghívtak konferenciákra, előadást tarthattam, elmentem a Kürt Akadémiába oktatónak, lehetőséget kaptam el az Internet Hungarian Smart konferencián, a Marketing Summiton, mind elő tudtam adni, és ezekhez pedig társultak külföldi konferenciák. Eljuthattam, hogyha ismered a Lean Startup könyvet, ami a startup világban egy mekka, konkrétan a Lean Startup Summiton is előadhattam San Franciscóban, vagy a South by Southwest-en, a Pioneers Festivalon, Bécsben, és a végére hagytam egy bakancslistás álmomat, ami a TEDx Talk volt, ugyanis itt Budapesten a TEDx Youth-on előadhattam a sztorimat, az volt a címe, hogy Sikeres kudarcok, hogyha érdekel, akkor ide kattintva megnézheted. Szóval telt múlt az idő, egyre jobb helyeken jelenhettem meg, és többen kezdtek el tanácsot kérni tőlem, bár a tanács nem jó szó, inkább a véleményemet kérték, tippeket adtam, de mindig csak akkor, hogyha kérték, hiszen magunktól csak azért, hogy jártassuk a szánkat, ne adjunk, főleg ne tanácsot, hiszen az a legolcsóbb dolog, semmi felelősségünk nincs vele, de nagyon-nagyon bölcsön adja mindenki. Szóval egyre többen kerestek meg, adtam nekik tippeket, gondolatokat, és nagyon sokszor csak annyit csináltam, hogy ebből a jegyzetből másoltam ki egy részt, és küldtem el nekik, és végül is ez lett maga a könyvem. Pontosabban ezeket írtam le a könyvemben. Őszintén hiszem, hogy ez számodra is hasznos lehet. Például ennek köszönhetően kezdtem el átlátni és megérteni más nézőpontokat is, majd a gondolkodásmódot elsajátítva ezeken a különböző síkokon beszélgetni, interakcióba kerülni emberekkel. Szokták mondani, hogy nem az a lényeg, hogy elmondjuk, amit akarunk, hanem az, hogy elérjük, hogy a másik azt csinálja, amit mi szeretnénk. És a legtöbb konfliktus, a legtöbb félreértés vagy elakadás abból van, mert a két embernek a gondolati, logikai módszertana felépítése teljesen másodban is félreértik egymást. A könyvemben rengeteget írok erről, és beszélek, hogy mik ezek a különböző személyiségtípusok, kommunikációs elemek, és hogy tudjuk észrevenni, és hogy tudunk velük szemben fellépni, akárha kell védekezni, megfordítani az asztalt, és hogy elkezdjük ezt átlátni, olyan, mint amikor a Matrixot átlátta Neo, hogy pontosan tudni fogja, hogy ja, ő ezt mondja, én értem, hogy ő miért mondja, de akkor nekem meg így és így kell vele szemben kommunikálnom. Lényegében a könyvet a fiatalkori önmagamnak írtam, és összeszedtem benne mindazt a tudást, amit
általam sikeresnek tartott emberek, vagy akik inspirálnak engem, tőlük származott, és nagyon örültem volna, hogyha ezeket valaki mondjuk 20 évesen, vagy amikor tudatosabban kezdtem foglalkozni a jövőmmel és a személyiségemmel önmagamban, így a kezembe nyomta volna, mert bárcsak tudtam volna akkor, amikor tényleg így tudatosabban kezdtem el foglalkozni magammal, mert annyira sok tudás van a világon, és olyan sok felé lehet nyúlni, és egyre-egyre, ahogy mélyebbre ássuk magunkat, azt se tudjuk, hogy hogy induljunk el. Ez a könyv pontosan abba segít, vagy hogyha már tartunk valahol az életbe, akkor meg egy-egy tippel, vagy referenciával segít az adott akadályon túllendülni. A fiatalkori önmagam nagyon máshogy látott mindent. Például nem kerültem be az egyetemi álomszakomra, konkrétan a Corvinus közgazdás szakára, és úgy éreztem, hogy összeesküdött ellenem a világ. És milyen igazam volt? Csak abban tévedtem, hogy nem ellenem, hanem értem. Csak ezt akkor még nem tudhattam. De ez így is van rendjén. Az életünk meghatározó pontjait ugyanis sokszor csak visszafele tekintve tudjuk összekötni. Ez az egyik kedvenc mondásom, ez is amúgy Steve Jobstól származik. Ez pedig folyamatosan jelen van az életemben. Tényleg, nézd meg a TEDx talkomat, benne van jó pár ilyen példa. Például az előbb említett kudarcom is az egyik legjobb dolog, ami történhetett az életemben. Nem kellett számvitelszigorlatoznom, pedig hogyha közgazdász szakra kerülök és gazdálkodástudományi karon vagyok, akkor kötelező lett volna a 4,5 év számvitel, és utána pedig egy szigorlat, amit még a demonstrátor barátom, aki mikro és makróból korepetált, aki most a Magyar Nemzeti Banknak a makrogazdasági egyik fő elemzője, ő is azt hiszem 2 vagy 3-szor bukott meg, és még dékánit is kellett kikérnie rá, ettől én mentesültem. Végül azon a szakon és ugyanúgy a Corvinuson csak pótfelvételin rengeteg boldog élményt élhettem át. Például ott ismertem meg az egyetemi szerelmemet. Ennek köszönhetően valósult meg az a gyerekkori álmom, hogy kijutottam Amerikába. Talán másik szakról, másik karról sokkal nehezebb lett volna, lehet, hogy össze sem jött volna. Így lettem hökös, aztán hökelnök, és hogyha nem lett volna mindez a tapasztalatom, nagy valószínűséggel nem merek belevágni egyetem után, hogy létrehozzam a digitális ügynökségemet. Külön sztori persze, hogy ott is rengeteg kudarc volt, de aztán gyönyörű eredményeket értem el, milliárdos projektekbe vehettem részt, szakmai díjakat nyertem, bekerültem a Forbes 30 alatti sikeres magyarok 30-as listájára, és ebből lett a legutóbbi startupom is, amit 6 évig csináltam. Belegondolva, ez azért történhetett, mert nem jutottam be az álomszakomra. Pedig ha akkor tudom azt, mindazt, amit most tudok, azt, amit ebbe a könyvbe összeszedtem, és a napi vlogok során be fogok mutatni, akkor hamarabb, biztosabban, és talán még boldogabban is érhettem volna el a céljaimat. Bízom benne, hogy a könyvem és a napi vlogjaim segítségével neked is minden egy kicsit jobban és gyorsabban fog sikerülni. Végezetül pedig vegyük át, hogy való-e neked ez a könyv a mostani életszakaszodban. Az első és nagyon fontos, hogy őszinte és mély szándék a tanulásra, valamint saját magad és a körülötted lévő világ megismerésére. Hajlandó vagy mélyebbre ásni a témákban, amik megérintettek. Ez a referenciában rengeteg könyved, blogot, TED Talkot, konferenciákat, gondolatokat is ajánlok, ahol el fogsz tudni majd indulni. Hogy az egészhez játékosan és élvezettel tudj állni. Sőt, kérjél vagy kérhetsz a barátaidtól, mentoraidtól segítséget egy szabály betartásához. Ahogy olvasod majd a könyvet, vagy hogy kipróbálsz dolgokat, kötelezd el magad, és ennek a barátodnak vagy a mentorodnak mondd meg, hogy ha nem csinálod meg, kérjen számon, és hogyha nem csinálod meg, akkor fizetsz neki 500 forintot, 1000 forintot, 10.000 forintot, bármilyen összeget, amiben megegyeztek, vagy ami neked belefér, csak hogy legyen egy ilyen büntetés feelingje, és valaki kérjen is számon. Hashtag
peer pressure. A legfontosabb talán, hogy hajlandó vagy a rossz szokásaidat megszüntetni, és új rutinokat kipróbálni, bevezetni az életedbe. És ezt akár egy ilyen fejlődési naplóban vezeted, iktatod, hogy visszatekintsél magadra, amiből majd egyszer tán kialakulhat egy ilyen 5-minute journal zsalog, de erről majd később. Közben haza is érkeztem, úgyhogy az elköszönést itt fogom megcsinálni. Hogyha felkeltette az érdeklődésed a könyv, akkor most kedvezményesen elő lehet rendelni. Link a leírásban, illetve az online képzéseim már live-ok, tehát most is beiratkozhatsz, sőt, van egy ingyenes ilyen próbaverziója is, ahol egy ilyen rövidített anyagot adok át, de ott is nagyon sok értékes információ van, ami igazából csak feliratkozáshoz kötött, és akár az egész mély képzésre is rászánhatod magad, vagy ugye a könyv előrendelésre. Minden esetre, hogyha most találkozunk először, és még nem vagy feliratkozva, akkor nyomj a feliratkozás gombra, sőt a csengőt is nyomd be, mivel most napi vlogokkal fogok jönni, minden nap egy fejezettel betekintést kaphatsz a könyvembe, inspirálni próbálok átadni a számomra legértékesebb gondolatokat a könyvből. Ezt anélkül is megkapod, hogyha megvennéd a könyvet, igazából csak a vlogra feliratkozva, de egybe összegyűjtve írásba azért mégis az igazi érték úgy, hogyha kezedbe foghatod. Valamint nekem tényleg ez egy gyerekkori álmom. Mindig is elképzeltem, hogy valami ilyesmit csináljak. Nyilván gyermekként ezt így nem tudtam megfogalmazni, de ahogy telt múlt az idő, és tényleg amikor a jegyzeteimen végigmenve kialakult ez a közel végleges formátum, akkor valahogy már egyértelmű volt, hogy ezt meg kell valósítanom. Hip-hop eltelt 5 év, és most itt vagyunk, megvalósul. Szuper érzés, hogyha van kedved ezt az utamat támogatni, minimum egy feliratkozással, vagy pedig egy könyvvásárlással. Nagyon hálás vagyok, nagyon hálás lennék, hogyha ezt megtennéd. És találkozunk nem csak YouTube-on, hanem Instagramon is. Minden reggel egy ilyen motiváló idézettel kezdek, és valami cool dolgot pedig délutánonként ki szoktam rakni hétköznaponta. Záró gondolatnak pedig ne feledd, most vagy az életedben a legfiatalabb. Úgyhogy így is úgy. Köszönöm, hogy itt voltál. Szia! Sziasztok!